A mozgássérültek Jászonykun Szolnok vármegyei egyesületének tagjait Karcagváros polgármestere Szepesi Tibor köszöntötte. Természetes az, hogy az önkormányzat támogatja és megjár az egyesületnek és minden olyan egyesületnek, szervezetnek, ahol karcagiak vannak, ahol a karcagiak jól érzik magukat, és ahol a szívesen és szeretettel mennek. Hát nagyon fontos az, hogy közösségbe legyenek, együtt legyenek, meg tudják beszélni ügyes-bajos dolgaikat, együtt tudjanak örülni, együtt tudjanak akár szomorkodni is, hiszen azért valljuk be, hogy néha szomorú eseményeket is fel kell dolgozni, de közösségbe ez mindig sokkal könnyebb és sokkal jobban át lehet élni. Ez a közösség is egy olyan közösség, ahol meg lehet beszélni ügyes-bajos dolgokat, át lehet lendülni a nehézségeken, és együtt lehet mosolyogni, együtt lehet készülni a következő évekre. Urányi Zsigmondné a mozgássérültek Jászonykun Szolnok vármegyei egyesületének elnöke évértékelő beszédében kifejtette, hogy 8 éve milyen nehéz helyzetben lévő egyesületet vett át, és azóta milyen eredményeket értek el közösen. Nagyon féltünk attól, hogy ezt a közösséget nem fogjuk tudni betartani, nem fogjuk tudni talpon tartani, mert legfőképpen anyagi nehézségeink voltak. Hála jó Istennek elmondhatjuk, hogy túl vagyunk ezen a nehéz időszakon, és most már tervezhetjük egy icipicit a jövőnket is. Nagy örömmel tölt el, hogy ezen időszak alatt voltak változások a települési csoportjaink élén, de büszkén elmondhatom, hogy nem tört meg egyetlen egy csoport sem, nagyon remekül működnek tovább, de nagyon sok helyen ott van a régi vezető, aki segít minden szakmai munkában, minden körülmények között, hogy ezek a közösségek egyben maradjanak és fejlődjenek. A karcagi csoport elmúlt 8 hónapjának működéséről Hudák Ilona csoportvezető tájékoztatta a megjelenteket, akik egy perces néma felállással emlékeztek meg elhunytak társaikról. A város egyik legnagyobb létszámú csoportja hetente tart fogadóórát tagjainak. A város vezetéstől kaptak fürdőbérletet, így tagjaik rehabilitására igénybe tudják venni a karcagi gyógyvizet. Rendszeresen szerveznek kirándulást. Voltak Mária Pócsi, Makói és Vásárosnaményi túrákon, de tartottak zsíros kenyérpartit is. Megszervezték az apák napját szalonnasütéssel, és volt az elmaradhatatlan birka pörkölt ebéd. 2024-re is több kirándulást, kulturális programot tervez a vezetőség. A karcagi csoport vidám jelenettel, szavalattal, Karcagi Nagy Zoltán magyar nótákkal kedveskedett ebéd előtt a résztvevőknek.